karakterformázási műveletekről beszélünk a következőkben. A karakterformázáshoz azokat a karaktereket ki kell jelölni, amelyeket formázni szeretnénk. Itt most két szót jelölök ki, a tulipán neve. A szalagon erre egy külön egység van, egy külön kis ablak, ahol ugyanaz van írva, hogy betűtípus, mint látjuk. De ez persze nem csak a betűtípusra vonatkozik, hanem a karakterek formázásának egyéb műveleteire is, tehát egyéb műveleteire is. A kijelölt szöveget először nézzük meg, hogy azokkal a ikonokkal, amelyeket látunk a szalagon, hogyan tudjuk formázni. F azt jelenti, hogy félkövér. Picit megnagyítom ezt az ablakot, hogy jobban lássuk. Tehát ugye látjuk, a tulipán neve most félkövér lett. D dőlt. Félkövér dőlt. És aláhúzott. Vannak olyan tulajdonságok, amelyeket egyszerre tehetünk rá arra a szövegrészre, vagy arra a karakterre, amit éppen használni szeretnénk, vagy amit meg szeretnénk változtatni. Ugye látjuk, hogy ezeket a tulajdonságokat külön-külön föl- és levehetjük róla. Vannak olyan tulajdonságok, amelyeket egyszerre nem tehetünk rá különböző karakterekre, mert hogy egymást kizárják. Most legépelem például azt, hogy H2O, illetve azt, hogy négyzetméter, és nézzük meg, hogy ezeket hogy tudjuk megformázni. A H2O-nál ugye ismerjük, a kettesnek lejjebb és egy kicsit kisebbnek kell lenni, ezt itt úgy hívják a Word-ben, hogy alsó index. A négyzetméternél pedig ugyanez fordítva, az M fölött kell lennie a kettesnek, és egy kicsit kisebbnek kell lennie. Ha kijelöljük a kettest, ami felső index, akkor itt ugyanazt írja, amit az előbb, hogy 10,5 pont, mert ugye erre is azt írja, ez persze nem igaz. A felső index és az alsó index az mindig kisebb karakter, mint az a karakter, amiből átalakítottuk felső és alsó indexé. Van ilyen, majd később megnézzük azt is, hogy karakterek eltolása föl és le, ott nem változik a karakterek nagysága, az alsó és felső indexnél viszont változik, ugyan itt fönt nem írja. Ezt most kitöröljük, mert ezt csak a példa kedvéért írtuk ide be, és visszamegyünk kedvenc példánkhoz, a tulipán neve. Színét meg tudjuk adni, ugye most látjuk rögtön piros. Adhatunk neki nagyon szép árnyékolást, különböző grafikus karakternek kinéző felületet, gyönyörű, szép lesz, ha még közelebb megyünk kicsit, akkor még jobban fogjuk látni, hogy ez mennyire szépen tükröződik. Ugyancsak kijelölöm még egyszer, ezek a tulajdonságok is természetesen addig maradnak, amíg le nem vesszük. Betűtípus. Betűtípust is változtathatjuk, ugye látjuk, hogy minden tulajdonság rajta marad, csak a betűtípusa változik. A betű nagysága, ami ugye pontban van megadva, ezt is változtathatjuk szépen, és akkor megváltozik ez is természetesen. Még egy érdekes dolog van itt, a kihúzó filcünk, szöveg kiemelő szín. Ha ezt kiválasztjuk, és hát most inkább mást jelölök ki, hogy az, hogy családjának, ez olyan, mintha egy filctollal kihúztuk volna a kinyomtatott szövegbe. Nézzük meg, hogy ha ezt a kis részt itt lenyitjuk, akkor mit látunk? Ez nagyon régóta nem változott, minden Word-ben hasonlóképpen nézett ki, kivétel, hogy hozzátettek és elvettek különböző dolgokat benne, de nézzük meg. Betűtípusokat ugyanúgy választhatjuk. A betűtípusoknál érdemes arra figyelni, hogy olyan betűtípust válasszunk, amiben vannak magyar ékezetes karakterek. Néhány olyan karakterkészlet is lehet telepítve, vagy telepíthetünk,
amiben nincsenek meg az ékezetes karakterek, és akkor a magyar hosszú, főleg a hosszú ékezetes karakterek, de a rövid ő például, meg ehhez hasonlóknál is ugyanez a helyzet, akkor vagy egy ilyen kalapos jelenik meg, hullámvonal, vagy hullámvonal a tetején, vagy semmi, egy egyszerű kis négyzet jelenik meg helyette, és akkor azt nem tudjuk használni. Tehát itt látjuk a betűtípusokat, itt megint azt látjuk, amit itt fönt az ablakban, vagy félkövér, dölt, stb. A méretet látjuk szintén pontban. Betűszint automatikus, hát fehér papíron feketével írunk, de természetesen bármilyen más szint is kiválaszthatunk. Most ha kiválasztom a kéket, akkor itt látjuk a példát. Ez most azonnal nem változik meg a szövegben, hanem itt látjuk csak a példát. Az volt a baj, hogy most nem volt semmi kijelölve, tehát kezdjük ezt még egyszer, anélkül, hogy még egyszer megbeszélnénk a dolgokat, tehát megint lenyitom ezt az ablakot, és onnan folytatjuk, hogy betű színe automatikus, tehát most én itt kiválasztok egy képet, itt látjuk megint a képet. Itt ugye láttunk olyat, hogy áthúzott, de itt lehet duplán áthúzott, ugye látjuk, hogy duplán áthúzott, áthúzás típusát is változtathatjuk, vagy az aláhúzás típusát is változtathatjuk, hogyha itt kiválasztjuk a dolgot. Aláhúzás színét is külön megváltoztathatjuk. És akkor nagyjából ezzel az ablakkal végeztünk. Három dolog van itt még, a kiskapitális, a nagybetűs és a rejtett. Ezt rögtön megnézzük, csak ahhoz innen ki kell mennünk. Itt most én azt mondom, hogy oké, és akkor látjuk, hogy ez a nemzetsége, hát ez elég szépen megváltozott. Ezt a részt jelöljük ki, és visszamegyünk, míg megnézzük ezt a pár tulajdonságit. Kis kapitális. Ebbe az az érdekes, hogy csupa nagybetűvel lesz írva, de ami betű eredetileg is nagybetű volt, ugye látjuk itt a példában elterjedésének E betűje, az egy nagyobb nagybetű lesz. Ez a különbség a kis kapitális és a nagybetűs között. Ugye látjuk, itt csupa nagybetűvel írja az egészet, a kiskapitálisnál viszont csak az elsőt írja naggyal, a többit kicsivel írja. A rejtett pedig azt jelenti, hogy ha bekapcsoljuk, akkor ez elrejtődik a képről, nem fogjuk tudni kinyomtatni se, hogyha bekapcsoljuk a mindent mutat gombot, kapcsolónkat, akkor megjelenik. Ugye ez arra jó főleg, hogy beírjunk magunknak valami megjegyzést. Ide be kell szúrnom még egy képet, vagy valami hasonlót, és akkor csak mi látjuk. Nyomtatáskor ez nem nyomtatódik ki. Karakterek formázásának további lehetőségét nézzük meg. Hát én most kijelöltem itt majdnem három sornyi szöveget, azért, hogy meg tudjunk nézni bizonyos dolgokat. Méretarány 100%. Hogyha ezt nagyobbra vesszük, 150%-ra, de most én nem annyit akarok, tehát ezért fogom és beírom ide, hogy 120%, akkor látjuk, hogy megszélesíti a betűket, tehát egy kicsit több helyet foglal el ugyanez a szöveg. Nézzük meg, visszavonjuk, nézzük meg ennek az ellentétét, aminek talán sokkal több a gyakorlati jelentősége, az, hogy 90%. Már válaszunk egy kicsit durvábbat, hogy jobban lássuk, mondjuk 50%, és leokézom. Ugye látjuk a különbséget, jóval összébb hozta ezt a szövegrészt nekünk a Word. Mikor van ennek igazából jelentősége? Átalakítottam egy picit a szöveget, hogy lássuk, hogy nem fér ki ez a szövegrész egy oldalra, hanem két és fél sornyi körülbelül átkerül a következő oldalra. És kijelölöm én ezt a szöveget, az egészet, három kattintás a margon, ha sikerül, sikerült is elsőre. Ugye látjuk, hogy nem fér ki ugyanúgy. Nézzük meg, hogy mit tudunk ezen változtatni. A méretarányt levesszük 90%-ra. Picit sűrűbben fogja írni a szöveget, leokézom. És látjuk, már is kifért egy oldalra a szöveg. Tehát olyan esetben lehet ezzel egy icipicit csalni, hogyha ilyen lehetőségek vannak, csak hogy pár sor átkerül a következő oldalra, nem akarjuk, hanem, és nincs a szövegnek további folytatása, mert ha van még további oldalak, akkor nem annyira érdekes, ha bár akkor sem mindig szép, de akkor elfogadható, de így kifér a szövegünk egy oldalra, mint láttuk, hogy kicsit sűrűbbre vettük a dolgot. Nézzünk meg még egy érdekes dolgot, amit kevesen használnak, de nagyon jó pofa. Ezt most megváltoztatom egy picit, hogy jól lássuk azt, hogy mi a különbség, vagy mit akarok megmutatni. A tulipán most így néz ki.
megcsináltam, színe van, mindenféle módosításokat végrehajtottam rajta. Hogyha ezt meg szeretnénk csinálni itt, az elterjedésének története sorába, és akkor újra ki kéne jelölnünk, és mindent végig csinálni. Ennél sokkal egyszerűbb módszer is van, beleállunk a kurzorral, és kiválasztjuk a formátum másolót. És fogjuk, befestjük, és már kész is van. Tehát a tulajdonságokat tokkal vonóval átvihetjük az egyik bekezdésről, vagy egyik szövegrészről, akár egy szóról is, vagy egy karakterről is, bármilyen tetszőleges részre. Még van egy pár dolog, amit muszáj megnéznünk, mert érdekes, és kell is, hogy tudjunk róla. Még két dolgot nézzünk meg, ami nagyon fontos. A térköz. Sűrített. Hagyjuk itt ezt az egy pontot. Ha le fogjuk okézni, akkor látjuk, egy kicsit egymásra írja a szöveget. Tehát ugyanolyan csalásra való, mint az előző, hogy kicsit összép húzza a szöveget. Nagyon csínyen kell bánni vele, mert látszik itt már, hogy alig olvasható, és csúnya is igazából. De néha szükséges. A másik viszont sokkal fontosabb, ez a ritkítás. Most itt megadok két pont távolságot, és leokézom. Ugye látjuk, hogy ez egy ilyen ritkított szöveg. Ezt sűrűn használják a szövegszerkesztés közben. Sajnos jó néhányan úgy használják, hogy szóközöket ütnek be a szavak közé. Tehát úgy gépelnek, hogy beütnek egy-egy szóközt közé. Miért rossz ez? Ja, nézzük csak meg, ha ezt mindent bekapcsolunk, hogy minden látszik. Akkor látjuk, hogy külön szónak számít az R, az E, a G, az I, az E és az S is. Tehát, ha ez véletlenül olyan helyre kerül, hogy sor vége, ide most begépelek valamit. És abba is hagyom. Ugye látjuk, amikor gépeltünk, a szóból származik, mivel alakja hasonlít szövegrész, az semmit nem változott, illetve hát úgy változott, hogy átkerült a következő oldalra, amikor gépeltünk. A régi S viszont nem. R, égi S, ugye külön szavaknak számítanak, ezért aztán nem szónak, hanem minden betűt külön szónak tekint, és hát annyit visz át a következő oldalra, ami éppen elfér. Tehát a ritkításnál mindig ez a megoldás, hogy ritkítani kell, ugye ezzel az előbb megnézett ablakkal, térközt meg lehet adni, kevesebbet, többet is, de minden esetben így kell megcsinálni. Még kettő dolog van, amit gyorsan megnézünk. A G betűt kiválasztom, emlékezzünk vissza a felső index, alsó indexre, pozíciónál emelt 3 ponttal, leokézom, és a G betű magasabbra kerül. Ugye, ha ezt jobban megnézzük közelebbről, akkor látjuk, hogy ez a G betű az ugyanakkora, mint volt, csak egy kicsit magasabban van. Tehát nem ugyanaz, mint a felső meg az alsó index, mert ott ezek a karakterek kisebbek lesznek. Hát a süllyesztés ugyanez, csak ugye lefele kerül ez a betű. Még egy dolgot itt megnézünk, ami nagyon fontos, amit ha megnézzük a kurzort a betűk között, ugye mindegyik pont ott kezdődik, meg végződik, ahol kell, tehát egymás mellé vannak írva. Az Y és az A között mégis úgy látjuk, hogy nagyobb a távolság. Pedig nem igaz, de úgy látjuk, hogy nagyobb a távolság. Na erre való a betűpárok egalizálása, régebben ide azt írták, hogy betűpárok alávágása, ami sokkal jobban leírta azt, ami történik, de hát a egalizálása a szakszó. Ugye itt azt látjuk, hogy kiválasztottam az Y-t és az A-t, és ezt direkt odébb rakom, tessék figyelni, hogy mi történik, amikor leokézom. Ugye látjuk, hogy az A közelebb került az Y-hoz, ha a kurzort beteszem ide még egyszer, akkor látjuk, hogy az Y-ból levág egy kicsit, tehát az A betűt gyakorlatilag alátolta az Y-nak. És így az íráskép sokkal jobban néz ki, tehát olyan, mintha ugyanakkora távolság volna az Y és az A között,
mint a többi karakter között, miközben az közelebb van, de hát ez egy ilyen optikai csalódás. A karakterek formázásának még számos módja van. Az egyik, amiről nem nagyon esett említés, tehát ez megegyezik a fönti szalagon levő menüsorral jóformán. A gyorsformázás, kijelölünk egy szövegrészt, azonnal megjelenik a gyorsformázási menü, illetve a stílusokkal való formázás, amit láthatjuk, hogyha itt ráállunk ezekre a különböző stílusokra, akkor változtatja hol a bekezdést, hol a szövegnek a formáját. Ezt majd egy későbbi fejezetben fogjuk a stílusokat megbeszélni.